Jóni. Sziasztok! Kogé! Nos. Folytassuk tovább a Méltatlan című játékot. Unworthy. Amint azt látjátok, van egy kevés XP, vagyis hát pénz, vagy szín, vagy ki minek hívja. Idejöttem. Nem öltem meg a bosst. Idejöttem abba a szobába, ami ott villog. Ott a kis koponya jelzés, az a boss. Idejöttem ebbe a szobába. Ehhez a tűzhöz. És a következőt csináltam. Idejöttem. És így ezresével dobálják a szint. Gondoltam, futok egy pár kört. Egész pontosan 50 kört. És lett egy csomó lóvém. És az lett volna a célom, hogy mire elkezdek streamelni, addigra legyen annyi pénz, hogy visszamenjünk az árusokhoz, és mindent is megvegyünk az összestől. Nagyon. Jó, úgyhogy csináljuk most ezt. Én úgy tudom, hogy most próbálom a képernyőn közepére tenni. Ottan van egy árus, ha jól emlékszem. Próbáljunk meg oda visszamenni. Először itt menjünk erre. Találtam egyéb secret helyeket. Megmutatom őket. Kicsit bejártam a világot. Így körbe, vagyis hát így az új skilljeimmel. Aha. Ezzel a teleport nyilvesszővel. Meg találtam olyan helyet is, amit ki kellett csapni a kalapáccsal. Úgyhogy így is úgy is mennem kell kb. Mindenfelé. Igen, és akkor itt most visszamászunk. Under City, Dodge. Itt fel kell mászni. Itt nem tudunk olyat. Olyat nem tudunk. És akkor úgy van, hogy... Faszért van kiválasztva! De a Spirit Arrow-t választ ki, légy szíves. Kösz. Ez pedig a kalapácsnak kéne. Ugyanis bukkó páncélzatot le kell nyomni. Szóval elég kevényeket lövök ez az íjjal, na. És akkor itt volt az első árusunk, akivel találkoztunk. Aki igazából már a második, de majd mindjárt. Szóval kérem az összes Burnt Flash-edet, Golem Soul-odat, Lurker's Blood-odat, Body of Filth-edet és a Bond Art-odat. Köszi. Képzeljétek el, hogy látszik, hogy régen játszottam a game-mel, mert az első boss... Az első bossnál is volt egy... mi a fere? Az első boss előtt is volt egy árus. Próbáljuk meg most nem elveszíteni ezt a 82 000-et. Mert most fájna. Annyira azért nem nehéz az útvonal, ahol most jártam. Faszom, hogy kőmel.
mászni a létrán. Itt viszont föl kell másznom a létrán. Nyilak. Na, add vissza azt a nagyon-nagyon sok szólt. Hova tetted te szemét? A büdös kurva szádod. Hova tetted a szóljaimat? Ja, ott van a túloldalon. De miért ott van? Akkor itt volt fönt, aha, itt volt ez, és akkor van még egy, egészen valahol itt fönt. Úgyhogy most egy kicsit backtrackelünk, nem is olyan kicsit. Ugyanis még volt egy kulcs is, amit nem vásároltunk meg. Várjál. Jó, ez még nem az. De nyomok egy ilyet, hogy innen tettük be, hogy bármi baj történik. The Gardens. Igen, itt volt az IAS boss. És akkor felfelé irányzódunk most egy kicsit. Illetve nem teljesen, mert az egy új pálya ott fönt. Ez a valami Venerable Spire vagy mi. Kicsit felmegyünk, és aztán megyünk tovább a balra. Szóval a temetőben a sílásó bácsi, ő neki van egy kulcs a 10 000-ért. Meg egy rakás másik iteme is, amit nem vásároltunk még meg. Ezt most pótoljuk. Szia, Krisz! Lesz boss harc, csak nem most. Most a rengeteg nagyon-nagyon sok-sok szólommal elmegyünk vásárolni. Na, emlékeztek, hogy láttam, hogy ott volt fönt egy ilyen kis kielló lófasz ott. Arra föl lehet menni. És itt volt benne Sinner's Heart, hogy kaptam egy atonmentet. Mintha boss töltem volna. Ki is fejlesztette belőle a második dobáge cuccot. Ja, farmoltam. Ja, a videó elején mutattam, ugye azt streamben elején mutattam, csak nem volt állít, hogy van egy olyan bonfire. Megpróbálom középre tenni, hogy hol is van. Ott. Most a képernyő közepén van az a bonfire. A jobbra, mellette jobbra lévő szobában van kettő darab ilyen két lábon mászkáló tűzköpő, tűzözelütő lószar, és 1000 szint ad egy darab. És így agyonlőttem íjjal, két káper futás. Azt olyan közel vannak, hogy viszonylag gyorsan összeszedtem 100 000 szólt, meg 40-es szintű lettem közben. Illetve emlékeztek rá, hogy ez az ember itt izérrel beszélgetett? Equality-ről, hogy mindenki egyenlő, mert mindenki meghal, meg ilyenek. Illetve a halállal is találkoztunk, ugye ott volt az a secret szoba, hogy a kaszája amerre állt, arra kellett menni. És ő is azt mondta, hogy az ő nagy ajándéka az élőknek, az
az egyenlőség. Mert hogy... Izé van. Ez azért fontos info. Mert... Te figyelj már. És ott az mi a helyzet? Oda nem engedett, hogy fölmenjek? Nem. Ez azért fontos info. Mert találtam én itt egy másik részt. Ráadásul titkos helyet. Kicsit sokat kell sétálnom hozzá, de hamar odaérünk, mert jó lesz ez. Találtam egy titkos falat, kiütöttem, és volt lent egy NPC, aki megkérdezte, hogy én mégis, hogy mi a... Hogy tudja, hogy be akarok ide menni, és akkor mehetek be, hogyha jól válaszolok a kérdésére. Megkérdezte, hogy mi a halál ajándéka az élők számára. Ezt beírtam. Mi följött a billentyűzet? Írjam be. Megkapva élet, hogy már megjelen nagyon rossz van, kiválasztál. Hagyd meg. Beírtam, hogy equality. Ott az ajtó. És oda bementem. Volt ott egy olyan NPC, aki azt mondta, hogy 6 max HP-ért ad nekem egy damage-et, és ezt akárhányszor eljátszhatom. Úgyhogy beáldoztam egy adag életet a damage-ért. Ahogy azt láthatjátok, elég erős vagyok. Most 123 a max életem, azt hiszem 150 körül voltam. Kaptam damage-ét. Most nézd meg, 90 damage-em van. Az úgy nem rossz. A karddal volt 34. Jó. Itt föl tudok menni valahogy felfelé. Igen. Már most szétbasznám azt a hülyeboszt, akivel tegnap szoptam, de ja. Majd visszamegyünk, csak most már szeretném fölvásárolni a boltosnak az összes dolgát. Csak ahhoz nem tudtam volna 100 000-et ilyen gyorsan kiformulni itt a játék elején, mert ilyen 70-80-akat adnak. Az úgy nem járja. Viszont vásároltunk most Body of Field, it's Large Experience. Level 41. Tök jó. Kaptam egy csomó XP-t. Ahogy megy a szint, úgy tovább erős. Na nézd meg, 3 damage-et kaptam a szint miatt. Király. 2 HP-t. Ó, nézd meg, Szirenikő. Ah, nézd már pók. Meghoz pók. Jól van. Mikor kezdesz ma? Nem akarunk ám lemaradni a Nioh 2-ről. Hogy tervezzük az estét? 4-kor? Azt akkor nem van. Nem biztos, hogy ott tudunk lenni. Azt hittem esti program lesz. Na, visszatértünk az elejére a játéknak. Elmegyünk az Te csak ne... Ez elég jó. Aha. Szia, Exterion! Szia, Aton 4! Nem. Nem Szia, Aton 4. Ez mostani... Hát nem mostani, azt hiszem tavalyi játék. Fuck you. Aha. Hát te tudod. Mi így napközben ilyen korán biztos, hogy nem fog tudni menni. Két kölökre vigyázni kell, aztán nem lehet közben streamet nézni.
le. Érdekes, oda megpróbáltam föllőni a teleport nyilat, és nem engedi, hogy fölmenjek. Forgott tempasz. Fölkúrjuk magunkat 100-ig. 100 damage-ig. Na és akkor itt volt a lift mellett egy ilyen kitörhető fal, ide bejöttem. Ezek így leengedtek ide az aljára. És ott lóg az a, Isten tudja mi az. Nyalja a kezét. És megkérdezte, hogy mi a halál ajándék az élők számára. Én meg beírtam, hogy equality. Elfogadta. És akkor ide be lehet jönni a... ehhez az állathoz, nem tudom mi ez. És mondja, hogy az életedért erőt ad. És megint megkérdezi, 6 hitpointot 1 damage-ért? Természetes. Kérem szépen. Ezt akárhányszor meg lehet csinálni. 94. Még 113, még kétszer megcsináljuk. 100 HP nekem elég. Így. 100 damage. 100 damage. Nagyon jó. Ráadásul van egy ilyen rúnám. Figyeld, ezt figyeld. Van egy ilyen rúnám, hogy... jassz. Azt mondja... minden 4 HP-t egy atakká... konvertál át, és egy HP-m lesz. Tehát ezt így berakom, 143 atak, 1 HP. De ez nem vicces, mert itt nagyon, nagyon könnyen meg lehet dögleni. Úgyhogy visszarakjuk szépen azt, hogy ha 30 alatt van az életünk, akkor sebezzünk nagyot. Over 100 damage. Azaz. Na, szépen felmegyünk a sírásokhoz. Igen, igen, emellé még azt. Hát bele meg lehetne próbálni egyébként. Legalább egy próbálkozást meg fogok ejteni úgy, hogy ez a két dolog rajtam van. A bossnál. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire kapja. Igen, na adjál nekem 20 darab rotting flash-t. Bondárt, nem tudok venni többet, mert túl sok van nálam. Essence of Altus, add ide, Soul Flame Essence. Ráadásul ez Estus, bazeg! 4 Estuson is lehetne már mióta, Istenem, bazeg. Na, Old Gravekeeper's Key, ez egy kulcs. Van egy ajtó, amihez szerintem ez való. Mármint, hogy úgy gondolom, hogy tudom, hogy az hol van, mert hát nyilván való valamihez ez egy kulcs. Ez pedig Osikorozv. Ez pedig egy halberd. Megvesszük, csak hogy meglegyen minden vásárolva, amit csak meg lehet vásárolni. Na. És most, ha elmegyünk egy tűzhöz, akkor már 4 Estusunk lesz. Nagyon jó. Szerintem ez a kulcs ide való. Látjátok, hogy ott van egy ajtó lent balra, vagy jobbra. Ott az ott zárva van. A katakombáknak a kulcsa. Kell oda szerintem. Meg még a bossnál is van benn, vagy 30 ezer szól, vagyis hát ez a szín, úgyhogy... Na nézzük csak. Kérem itt a életemet. Hát ez... Ja, meg kilőttem a képernyőbe, azért nem teleportál. Érted, kevesebbet sebez, hogyha teleport nyilat lövök. Már úgy egy lövésből lelőm ezt. Tulat. Azt hiszem, itt kell levenni. Aha. Jó, na, visszasétálunk.
És akkor megpróbáljuk megcsapni a bossziboszt. Aztán két irány is van, amerre tudunk menni. Még anélkül is, hogy megölnénk a bosszunkat, de biztos vagyok benne, kapunk tőle valami fegyvert, vagy valami képességet, ami tovább segíti az utunkat. Catacombs of Urn. Az Urn katakombja. És ott le, aztán itt végig, ott még tovább, és akkor ott van a koponya, odáig kell menni. És innen te, ok. Megnyomhattam volna a tüzet, na mindegy. Nem, aztán itt valamibe belehalok, azt. Jók a pixel tüzek? Simán. Szia, Zaldan. Én azt bírom, hogy totál fekete-fehér az egész játék, de a vér az piros. Jó, lementünk. Ez mi? Bondár. Köszi szépen. Jó, és akkor... Ja, de hogy bossz, hülye, hát most vettük meg a kulcsot. Ezt a kulcsot akartam megnézni. Hogy ez az-e, ami nekem... Megvettem a kulcsot, az ide való-e. De hogy erről a hülye létráról leugrani, meg legurulni nem lehet. Ez közben szétütnek. Ha-ha-ha-ha! Old Gravekeeper's Key! The Caverns. József! Jó, oké. Toxic? Nem toxic. Jó, figyelj! Offer szín. Nem tudom mennyi, pár ezret fizettem érte. Átvisz a toxikus folyón. A Styx! Várja! Haha! Itt van valami cucc. Remélem, hogy nem követtem el túl nagy hibát azzal, hogy ide följöttem. Bloated Sinner. Bloated Sinner. Úristen, ez mind XP-ám. Items. Nézd meg. Ja nem, ez izé. Ez nem XP, ez szint ad. Nézzük meg akkor. The Andan Palace. Ez is egy új hely. The Caverns, na várja. Megjönjük. És akkor, aha, ide jött a hajóval. Fasza, jó kis bónusz terület volt. Lefelé. Hát akkor megnéztük most már ezt a helyet, ha már itt vagyunk. Nézd meg, Béna. Milyen lázer volt? 700 szín. Ez nem is annyira rossz. Kevesebb, mint a másik helyen. Szintépés. 101 damage. Van valami keresztcipelő. Nem tudom. És mi ez? Engem inkább az érdekel, hogy mi ez, ami szét akar baszni mindent. Aha, kis
Tüskék a lift alján, barátságos. És itt lemmi van? Jújjújjújjújj! Ennek nem fájt annyira, ez. Nekem viszont kurvára fáj ez a lázer. Mögé kéne ilyenkor gurulni, gondolom. Hol haltunk meg? Jobbra lévő terembe. Secret boss, nem tudom. Nem tudom, első izé ránom, úgyhogy fogalmam sincs, hogy hol mi van. Érdekes, hogy mennyire... Miért nem akar elhullani a lázer szemű? Damage van. Lázer volt. Au. Ez 7000 szint adott, meg egy izét. Meg egy Estus-t. Most már 5 esztuszom lesz. Akkor ezért nem akarta, ezért nem akart meghalni. Azt a kurva. Aha, na most ott kéne átjutni. Valahogy így, igaz? Easy. Ah, bazeg. Nem, ah. Nem kell a lázer. Hagyjad abba a lázer. Plocs! Jaj, imádom az ilyet. Akkor tereptárgyakkal ki lehet nyírni ezeket az ellenségeket. Ez nagyon kellett, ez a sorozatlövés. Igen. Kurva izmos. Esélytelen vagy, haver. Csak a miniboss verzió az, ami fáj nekem. Na. Hogy állunk a térképpel? És tudunk lefelé, ez megint egy ilyen jó nagy szoba, ami nagyon sok felé mehet. Ó, nincs. Fölfelé is mehetünk. Lefelé is mehetünk. Menjünk fölfelé. Ott kevesebb a hely a térképen. Jézus, mekkora szoba ez. NPC? NPC. Igen. Ez énekelget, tök jó. Ez énekelget. És még följebb. Ó, figyelj már! Ez valami shortcut lesz ide fölfelé? Odanéz, hol vagyok? Aaaaaah, shortcut! Mekkora shortcut, bazzeg! Brutális. Frozen Wastes. Na jó,
most, hogy így kijöttünk ide, mégiscsak menjünk el ahhoz a bosshoz, ahol legutóbb tartottunk, ne járkáljunk ennyire össze-vissza. És most már tudjuk, hogy itt, ez alatt a tűz alatt szépen le tudunk mászni. Ultimate shortcut-tal. Na, igazából itt nem másik helyen voltam. Azért jelentősen meggyorsítja a közlekedésemet ez a teleport nyíl. Kivéve a hülye létrára mászást. Lesz fejlődés a meghalabossz, ez biztos. Persze lökjél ki, buzerátor. Igen, itt lemegyünk, és akkor innen szembe egyenesen lesz a bossz. Nagy leesél. Szép amúgy, hogy nem látni, hogy hova lövöm a cuccot. Na. Akkor nézzük meg azt, amit mondtunk. Stamina. Attack speed. Base damage. XP gain by 5%. Akkor ehelyett legyen az 1 HP. 185 damage! Mi fasz? 185 damage. Jesus. Igen, critical HP próbálom elsőnek. Ez elszaladt. De most komolyan, hányszor mentem ennek neki tegnap? Soha nem csinált ilyet, hogy azzal kezdjen, hogy ütve teleportál rám. Az eleje, az első fázis mindig eléggé kis, hogy is mondják ezt. Ilyen kis megengedő volt, hogy én nem tudom, hogy mondjam. Az már damage. Jó van. Nem lesz ez így rossz. Szerintem megöljük no hitre. Akkorát sebzek bazd meg, hogy simán. Meg lehet ezt ölni. Nem kell sok mindent kikerülnöm. Izgi. Már nem maradt staminám. Kurva élet. De mekkorákat lövök, bazd meg! Nagyon jó! Szerintem is jó lesz ez így, nem? Gyakorlatilag három darab sorozatból megdöglik. Vagy maximum négy. Csak hát ugye ahhoz az is kell, hogy... Jó van, azért elég messzire eléred ez a támadás, úgy látom. Én már azt hittem, hogy ott már nem kap el, de igen. Amúgy igen. Hogyan van? Ja, mert nem a kard van berakva, mi? Hanem a hammer. Igen, ott van az a lándzsa is. Próbáljuk meg ezt még egyszer. De ne már! Apádig elér az a szar! Egyébként meg én vagyok a hülye, mert a másik irányba kéne menni.
nem rajta keresztül, hanem pont az ellenkező irányba. Azt hogy tudod visszateleportálni? Jó van, nem baj, akkor is így csináljuk meg. Azért a hat lövés levitte az életének a felét. Csak folyton kerülgetni kell a talajon futó lófaszt. Az így nem annyira gyere be. Tanulság, nem lövünk bele a hatot, csak ötöt. Mert ha ötöt lövök bele, akkor nem dobja be a falat középre. Belegurultam a teleport után ott maradt lófaszba. Majdnem kétszer akkorát sebzek amúgy így, mint hogyha nincs rajtam ez a két róna. Rettentően sok damage. Ez egy lövés volt. Nem, még egy lövés kell, bázd meg! Azt hittem, hogy elteleportál, de nem, ott maradt lőni egyet. Még mindig ezt tolom? Eltörtem mászt is, aha. Csak még egy kicsit bénna vagyok, de olyan damage-em van, beszarsz. Egy HP-n játszok. No hit. No hit vagy, meghalunk. És így hová lettek a nyilaim? Te... Ah, bazzá. Béna. Amúgy az, szia Pisti. Hallod? Ez volt az esélytelen. Tehát, hogyha nem dodzsolom ki azt a szart, akkor az öl meg. Átdodzsoltam rajta, de így meg bele a dark lövedékbe. Nem szabad, hogy behozza a hülye phase 2-t. Ezt úgy kell megvenni, hogy no phase 2. Azt kéne kitalálnom, hogy ezt az ütést, ezt hova célozza? Mármint, hogy magát a teleportot, hol fog megjelenni? Előttem, amerre futok, vagy mögöttem? Biztos, hogy konzisztens ilyen szempontból. Vagyis hát nem, egyáltalán nem biztos, csak remélem. De mi a fasz? Mibe akadtak el a nyilak? Jó. Nézd a buzit! Hajd már meg, na végre!
Ez az. Na, mondom én, gyors harc ez, csak kell hozzá egy kis skill. Eye of an old crow, all seeing, press and hold up at keen locations to materialize. Materialize. Fasztravel! Az az! Mondtam én, hogy ehhez a bosshoz kell jönni most. Tudtam, annyira éreztem, hogy ne menjünk más felé. Jó van. Sword and shield. Hát igazából nem kell a kard semmire. A hammer kell törni. Jó, ezt most kivesszük, ezt a halálrúnát. Ez az. Visszatesszük az XP gaint inkább. Jó, nem kell kritikálom menni örökre. Elég csak a bosszoknál viccelődni ilyesmivel. Jó, ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó dolog. Akkor most menjünk el ide. Mert most már át tudunk menni rajta, meg ott lent is van valami. Bár az izé volt, mintha... Ja, Aton. Atonolunk. Most van egy... Hoppárja, mi ez? Deathmark. Mi? Megtagadod a halált, hogy 35-nél több HP-d van. Gondolom, ha túl nagyot csapnak rád, akkor ne halhassál meg one-shot. Gondolom. De mivel egy HP-n játsszuk a bosszotolást... Ez mennyire jó lehet! Stamina regen, hogyha tele van az életem. Hát, hogyha egy HP-n játszunk no hitre, akkor ez mindig érvényes. Csak ehhez ez is kell. Bónusz stamina. Szerintem kéne a stamina, nem? Hát most még mielőtt bármi mást fejlesztünk, toljunk egy ilyet, hogy legyen stamika. És akkor utána tudok egy ilyet tolni. Kurvára kell a stamina, masszeg. Na, materializálódjunk. Még erre is kéne menni, csak nem enged. Itt van a Venerable Spire. Itt ez a rész is még itt kiaknázatlan, meg ahogy látom, itt ez összekapcsolódik valószínűleg. Amit mondjuk meg is nézhetnénk akár. Mi lenne, hogyha megnéznénk, hogy ez így hová visz. Ja, faszom. Pillanat. Na. Hopp. Oda le. Ide, erre. Olyan kis semmilyennek indult ez a játék, megmondom őszintén. És ahogy így megyünk előre,
egyre több minden nyílik ki. Csomó lehetőség, meg új skillek, meg fegyverek, meg minden, és így... Azt kell, hogy mondjam, hogy egyre jobban tetszik. Az első stream olyan... Jó lesz, majd végigjátsszuk. De nem győzött meg. Aztán így a második, meg a harmadik. Annál inkább. Nincsen lázer. De hogy kéne ezt? Le akarok menni. Egyrészt van lent... Aha. Lefelé balra is tudunk menni, de én össze akarom kötni a térképet először. Jobbra irányban. És akkor itt ki is tudunk menni. Meg fönt is. Menjünk ki fönt először. Lászer! Nem lőtt el odáig az így. Adjál picet! Ugyanaz a terem akar lenni. Aha, két különböző. Hát az elég furcsa. Látjátok itt ezt a... Megpróbálom idehozni magamhoz. Oda mutatni. Azt ott látjátok, azt a junction pointot? Tehát, hogy az úgy hogy néz ez már ki? Érdekes. Jesus! Oké. Eddig nem tudtuk, mit csinál a keresztes ember. Most már tudjuk. Azt a büdös. Hogy elkezdte pörgetni, forgatni magával azt a keresztet? Micsoda? Azért mondom, hogy csak föl tudok ide menni. Itt tudok kimenni oda, aha. Akkor még meg kéne nézni a másik oldalt azért, mielőtt itt nagyon lefelé megyek, mert a fönti rész, azt úgy látom, hogy ez itt Zsák utcának tűnik. Ez a szoba, ez... Ennek nincs több kijárata. Itt valami loot lesz, gondolom. De jó helyen vannak ezek a láncsák. Fuck you! Szóval miért lehet ide följönni? Vagy ez... Jó, várj, ott van valami. Aha, ez egy adag XP. Meg is esszük. Masszív XP. Szintet is léptünk tőle. Azok a tüskék meg ilyen instant gyilkolók. Jó. És ez hová visz ez a létre? Secret szoba mi? Essence of Altus. Ami instant feltölti az alapból chargeoló skilleket. Nem jó így, várja. Bazzeg, azt hittem nagyot esek. Ezért megöljük ezt a keresztesbát. Sinner's Memory. Tizenöt darab ilyen dobáló szarom van.
És mindjárt átérünk a túloldalra, gondolom. Open. Hallod, úgy átjöttem ezen az ajtón, hogy nem kellett kinyitni. What? Mi a fasz? Masterpiece. Jó, és akkor a másik bejárat? Na, mi a helyzet? Ó, várjál, emlékszem, hogy mi van itt. Fáfarodjál. Nem, te buzi! A kurva anyád! A nulla életével belelök a kibaszott posba. Te meg kussoljál már, szeretnék utazni. Oda. Ez kimeríti a gusztustalanság fogalmát, amit ez így leművelt, ez a köcsög ellenség. Aha. Anyádat már! Engedjé. Ez a hülye varázsló meg beleteleportált a pajzsos arcba. Jó, és akkor ide akartam felmenni. Itt van egy NPC. Branded might the mark of death. Föl kell vennem ezt a rúnát? Az a mark of death. Only those branded by the mark of death may seek passage to the chambers of life. De hát... rajtam van ez a rúna, amit a halál adott, az nem elég? Látszik, ez nem elég. Vagy nem is a halál adta. Mert az a 30 alatti életes damage dolog. Na mindegy, akkor... te még nem engedsz be. Le kell jegyezni, hogy itt van egy olyan arc, aki akkor enged be, hogy a haláljelét viselem magamon. Szia, Namander! Na jó, akkor oda kéne visszamenni. Materialize. És oda. Volt egy icipici kis rész még lefelé, amit nem láttunk is. Elképzelhető, hogy ezen az területen, az Andan Palace-ban is van egy boss valahol. Itt a legalján kell balra menni. Akkor lesz a tuti. A játék szerintem tök jó. Az eleje kicsit lapos volt, de onnantól kezdve, hogy megszereztük a kalapácsot, meg ezt a teleportáló íjat, kurva jó. Na, itt még nem jártunk.
Hopp, oda néz mi alatt. Pán! Szekret! Na de... Most visszamentünk ide. De csak egy shortcut szekret, vagy mi? Na, én meg tök örültem, hogy megláttam a... Itt boss lesz? Miért van izé? Egy volt itt egy bont híre. Menjünk lefelé akkor. Menjünk... Ha arra van a tovább, akkor erre mi van? Essence of Filth. Az XP. A filthes cucc az XP. Increases level by one. Az igen. Azt majd úgy kell megenni, amikor már nagyon sok-sok XP kell egy szintlépéshez. Vagy minimum rögtön szintlépés után kapja meg egy szintet belőle. The Old Church. Mintha Bloodborne lenne. Oda fölengedsz? Nem? Oda nem engedsz fel? Nem. És oda? Oda se. Oda viszont muszáj lesz, hogy átengedje. Nem! Bazeg! Picsába. Jó, megvan a szintlépés, és akkor most megesszük a szintlépőt. Baf! Jól van. Ezt lehúzzuk. Csak átengem. Hát ez... Pedig arra is lehet menni. Nem enged. Nem enged, mert egy búzi. Jaj, de jó, hogy itt álltok a létránál. Ja, hát igen. Igen, nem csak a szól kell hozzá, hanem a... Gyakorlatilag a, úgymond a boss lélek. Revered Sinner's Memory. Hát ez törhető. Törhető pénz. Mert ugye itt nem a szólból lépett a szintet, hanem az XP-ből, amit az emberek megöléséért kapsz. Read the scripture. Hát olvassuk el a... A szentírást. Csak az oltatlan szomjúsággal rendelkezők ihatják a Lady vérét először. Hát ez csodás. És ezt így... Bírom az ilyen obszkúr szarokat. Hogy így... Majd talán megértem egyszer, hogy ez így. Mindegy, elraktározzuk a fejecskénkben, hogy ilyen van. És erre nem is nagyon van. Lent van egy kijárat, alul meg jobbra fölül, de igazából... Egyiket se tudtam. Egyiket se találtam. Ez a rész így marad, egyelőre. Hajnal gondolkozok, hogy lehet, hogy kapok valami tűzes nyilat majd, és akkor ott azt a szalmakazalat fölégetni. Úgy lehet tovább menni talán. Andan Palace. Jó, akkor itt végeztünk nagyjából. Ahova menni kell most. Vagy kéne, az itt ez a rész. Tehát, oda mondjuk.
backtrackelünk. Tényleg jó kis Metroid játék lett belőle amúgy. Metroidvania. Az igen, két lövés egy ilyen. Nem állsz fel a létrára, te idióta. Senki nem mondta, hogy mász át a létrára. Jó. Pusztulátus. Ez mondjuk fájt. Megvan egy fok. Nézd meg, hová dobja, idióta! Pedig már megfordítottam a karaktert, vagyis hát én nyomtam, hogy balra nézzen, és még mindig össze-vissza. Fákja mellett volt item. Hol? Jobb oldalt fent. Megnézzük. Fákja mellett volt item. Oszt melyik fákja mellett? Jobb oldalt fent. Ez nagyon fent lehetett. Milyen jön, hogy vagy nem tudom. Miről beszélsz, Pisti? Szerintem instant föl is vehettem azt az itemet, amit kidobott az enemy. Aha. Menjünk először lefelé. Ja, ez az, ami nem nyílik. Aha, jó. Mi a helyzet? Kis medve. Azt igen, már többször is. Itt van a Thornwheel, aha. És ehhez kellett ez itt. Aha, ez az, ami visszaad egy esztuszt, de ez ilyen elhasználható tárgy. Aha. Ezek ilyen meghalós láncsák, nem? Vagy így odásak végem. Kiskék. Kiskék, valószínűleg. Akkor merre? Merre, hogyha ha nem erre? Ja, hogy ez egy zsákutca. De alattam ott ég a tűz. Miért nem lehet lejjebb nézni? Az vagy tök messze vagyok. Akármilyen tűztől is. És nem merek ráesni ezekre a kiskékre itt. Úgy néz ki, mintha csak a háttérben lennének, de... Tökön, visszajövök maximum. Muszáj volt kipróbálnom. És akkor elveszik mindened, nem? Igen, de visszajövök és felveszem. Nem tudtál mi? Hát ott nincsen tűz, ahova itt viszont. Hát az első bombája. Nagyon sokat meggyújtottam már, csak ott, ahol voltam. Ott is.
Szétlőttem a tüzet, ami felém jött éppen. Hát akkor ez egyelőre így marad. Akkor viszont már csak egy irány van, amerre tudunk menni. Igen. Mi a kérdés? Menjek vissza, menjek vissza. Mit láttál, amit én nem... Nem, Pisti írt. Menjek vissza. Látod valamit. Mi az ötlet? Annak is ilyen, nincs másik oldala? Én néztem. De úgy nézett ki, mintha nem lenne. Hellóka! Mi ez a játék? Ezt úgy hívják, hogy unworthy, méltatlan. Ez egy ilyen nagyon minimalisztikus, de Souls-like játék. Nézzük meg, hát próbáljuk meg átlőni akkor oda. Tüskékbe úgyse tudok tele... A rohadék! Én azt hittem, itt fal van, úgy látszódott, mint a fal lenne. Köszi! Enemy is van? Nem, itt egy tűz. Nem, nem! Ah, oh, NPC! Ne bánsd az NPC-t. Hello! Garden of Sin. Igen. Árus! Árus! 30 hit points. Ide az összes healingeddel. Milyen jó olyankor, hogy nagyon sok szólom van. Soulflame Ashes. Ez visszaadja a Estus-t. Ez... Stamina Regent ad. Ez Sint ad. Ezek mind szint adnak. Hát ez miért jó? Ez nem érdekes. Ezt adja. Szint, ezt tudok farmolni bármikor. Na. Így. Nem akarok... Nem. Nem. Ezt akarok. És akkor erre van tovább? A szemét! A térkép nem mutatta, hogy itt van tovább. Ja, hogy ez még ugyanannak a szobának számít. Ez érdekes. Hogy mi? Ja, hogy itt ilyen a létre? Interesting. Miért jó, hogy én oda föl tudok mászni? Ó, az fel is robban, csodás. Nem lehet agyon lőni? Ja, hogy egy darabig agyon lehet, és utána visszanő. Mit csinál? Ez hová lett? Oké, tehát ennek a térképnek, ennek a résznek nincs térképe. Csodálatos. Logo. Nem belém lőtt. Toxin. Hát itt jöttem be, az biztos. És ott van föl valami item. Miért lehet oda fölmenni? Várja. Biztos, hogy van valami item fönt. Föl kell lőnöm a teleport nyilat. Gyere be.
Annyira utálom, hogy torcsol, amikor leesik. Ó, mindegy, nem vagyunk messze a bonfire-től, csak... Szedd már le ezt a hülye. Curse. Menj ma anyádba. What? Azt te mondd, hogy mindig más a pálya. Most erre nem is tudok menni. Valamit dobott. Bloated Sinner's Memory, aha. Szerintem másmilyen a pálya. Én nem emlékszem erre. Ez milyen már, hogy meghaz és megváltozik a pályaszerkezet. Még burn is van rajta, ez csodálatos. Hopp. Large Sinner's Memory. Ki lehet menni. Ide. Igen, totál nincs térképe ennek a helynek. Ez jó. Level up. A level up az jó dolog. Megkötően. Nem engedi. És ez miért jó? Ne, a teleport nyilla lövöldözött a post. Istenem, mekkora béna vagyok azon. Ja, még toxik van, nem is tudok healelni. Hát ez ilyen very interesting pálya. Kíváncsi, hogy meddig megy. Hopp, itt egy valami bejárat. Enter portál. Mindjárt jó? Mindjárt enter portál lesz csak. Megnézzük a... Oké, akkor mégsem megyünk bele a portálba. Ez a gyerek meg azt, nem tudom, taknyon csúszik az ajtó nálunk, biztos. Hát szólt, már nem szerezzük vissza. Amúgy sem volt túl sok. Ja, 20 ezer körül volt. Haj, keci. Csak ez most ilyen vicces, mert... Mindig másfajta a pálya, tehát hogy nem tudom, merre kell menni. Vagy ez a néhány szobát megyek és egyszer csak eljutok odáig? Vagy ez hogy működik vajon? Találtam a portát rögtön. Szerintem nem is szórakozunk tovább, bemegyünk.
És itt van ez. Game saved. Essünk le. Jesus. Halálszakadék. The Forest Dancer. Aha. Na már megint nézd meg. Nem kell a teleport nyilvessző. Kíváncsiuk, hogy mi lesz a fész kettője. Ha? A kurva. Érdekes. Figyelj, ölj már meg! Behozzuk a kritikál HP-t. Na. Kazruna. Ez kell nekünk. Gyere csak! Megint. Nem kell a faszom teleport rúna! Ja, minden boss előtt van, izé. De ez azért van, mert minden boss egy igazi válogatott geciláda, azért. Azért van minden boss előtt tűz. Nem kicsit. Jó. Ilyen egy adag stámina. Így van, erről van szó. Critical HP. Damage! Na hát... És akkor most ilyenkor mi van? Nem kaptam érte semmit? Csak TP-t? Na várjál. Kusmá! Materialize. Nem értem. Most ha újra végig megyek rajta... Akkor mi van? Ja, mondjuk nem megy HP-val kéne játszani. Hops. Elkezdtem jönni visszafelé, és nem az volt a visszafelé, ahol bejöttem. Mi a fasz? Mi? Ez szerintem... Szerintem ez a hely a proverbiális faszerdő, amiben az emberek tátott szájjal futkosnak bele, mint ahogy én is. Érdekes. Csak ez. Ez a fura tüskés erdő, ami egyfolytában változik. Mert hogy alapból nem. Ha körsz, akkor nem tudok healálni. Igen? Éhes vagy? Egy pillanat.
Arra vagyok kíváncsi, hogy ha megint végigmegyünk rajta, akkor visszajön a boss. Vagy hogy így, nem tudom, hogy kell-e valami. Ha jó, hogy tudja micsoda egyéb dolog. Jó, nem. Viszont... Itt meg nem látok izét. Tehát így kijáratot erre. Valami rossz irányba jöttem biztos. Ezeket a szar köpködő lövényeket meg nem lehet megölni. Ez annyira frusztrál engem. Ja, vagy nem is lehet bejárni most már az erdőt? Na várjál. De be lehet. Pusztulátusz. Oké. Okay. Large Sinners Memory. Ott lent nincs tovább. Izgalmas Sig Stream. Fúj! Akkor a búzi. Az egyik toxint köpköd, a másik körszet. Ja, hogy menjél már. Egymást is szájba köphetnétek azzal a szarral. Pusztulat. És meg ez sem a kijárat? Hát mi az Isten van itt? Ja, várjál, másik irányban is van egy hasonló. Ja, túl közel vagyok, akkor nem lő. Nézd meg, itt sincs semmi tovább. Fasznak lehet ide jönni. Ez a totálisan értelmetlen szoba. Sehol egy kijárat. De cserébe szophat sokat. Ott le... Ja nem, várja, főfelé. Menjünk főfelé akkor. Meg erre. De erre sincs semmi. Akkor erre sem. Van egy olyan érzésem, hogy ha megölöd a bosst, akkor csak simán zsákutca lesz így az egész pálya. Megint. Ezt így... Enter portál. Aha, ilyenkor csak visszajön. Jó, a boss nem lehet többször megölni. Nekem az a furcsa, hogy nem kaptam érte semmi olyat. Ami... Tehát így igazából szólt, adott, az jól van. Jó, kaptam érte egy acsit. Az is valami. Csak eddig minden boss adott valami
a játékhoz kapcsolódó dolgot így azon kívül, hogy TP-t. Na, akkor viszont csak ez a rész van itt. Itt ez a Venerable Spire. Ha jól látom, akkor minden más az... Itt nem tudtam tovább menni, itt volt a széna, nem tudom miért föl kell gyújtani. Menjünk ide. Addig eszek egy kis húsi levest. Menjünk jobbra. Milyen íjjász az az ilyen, aki nem lő rám vissza. De csak ne fussál rám. Jó, level 50. Nagyon jó. Ellőnéd azt a nyilat, Lici? Kösz. Elég sok szólt adnak ezek. Vagyis szint. Szerintem ők már keményebb ellenségek közé tartoznak valószínűleg. Na nézzük. Abszolút haladás van amúgy. LOL! Ráesett a lámpa a lovagra. Ezt nem így akartam. Te búzi. Azt viszont szeretném széttörni. Haha, szekret! Egy item. Soulflame Ashes. Soulflame Ashes. Nem, az Essence az, amitől több eszuszom lesz. Az Ash az csak visszaadja. Visszaad egyet, hogyha úgy csinálom. Várjál. De szar ez, bazd meg! Nagyon-nagyon rosszul voltak ezek elhelyezve. Lassan jöhetne egy tűzi. Most ott vagyok. Visszajöttem ide le? Nézd már. Menjünk fel. Itt volt fölfelé irány. Helyen van ez is már megint. Ah, buzi! Picsába! Na jó. Jussunk vissza. Bukó. Ez a játék is olyan, hogy erősen kell gondolni, hogy hová rakod
azt a nagyon kevés atonement pontot. És komolyan alágurultam bazd meg annak a csillárnak, amit én lőttem le. Lassú tapsati. Azaz. Suicide-ati. Anyám. Kettődében nehezebb. Hát. Vannak itt barátságtalan dolgok, az biztos. Tessék, szintlépés. Nagyon durván adják a szólt. Vagy az XP-t. Meg hát a szint is igazából. Total XP-t farmoló hely. Igen. A 2,5D az, amiben nincs térlátásom. A 3D-ben van. Valamennyire. 2D-ben is van. Na várjál. Ezt ki kell ütni a pajzsát ennek a búzának. Oké, ez meghalt. Azért jelentősen bátrabb vagyok, ha van Estusom. Igen. Ó, hogy ez lehet, hogy pont shortcut lesz. Majd itt balra. Na ez most annak a résznek a teteje, ahol a... Illetve nem. Szerintem ott van, ahol a bonfire van, de nem. Nem teljesen. És a nagy rész ez itt, várjál. Mizu. Gyere, nézd meg, itt játszok. Hát csak úgy ülj oda. Vagy az nem jó, mi? Egy üve másik székre. Jól van, kirakjam a hangját a hangfalra? Ez ott repül egy kéz. Várjál. Ha tudok ilyet, akkor megteszem. Egy kicsit, nem baj. Hangszórók. Nem megy ki hangszóróra, mi? A kurva. Na majd keresünk egy izét, hogy valami checkpointot, és akkor... Majd akkor kimegy hangszóróra. Nem is kell. Jól van. Itt jöttem le. Ott láncsák volt. Mi csoda? Nem, azért mondtam, hogy volt egy létre, hogy azon jöttem le. Ha mondom, leugrok oda, biztos van alattam talaj. Ja. Ultimate, tömeg nyomor van ezen a... Unworthy screen. Majd este. Ja, hogy... Értem. Este. 4 órakor kezd streamelni. Mondom, mit csinálsz te 4 órakor? De utána 4-kor kezd jönni jó streamet. Egyikor. Az így necces. Öff.
Na megnézzük, hát ha át tudunk a túloldalára ennek a... Oké, te ott lejössz. Open. De nem tudok oda menni. Azt mondja, szia Móni keze és válla. Pisti. Igen, tudom. Csak én úgy gondoltam, hogy ez egy esti program lesz, nem kora délutáni. Hallod? Vagy után nekünk nem annyira jó. Ez meg, bakker. Ki kellett volna nyitnom azt a hülyes shortcutot, miatt meghalok. Pontosabban nem is shortcut, hanem így ilyen másik oldalról nyíró fal. Az ott egy ajtó. Kinyílik az ajtó? Nyilván. Nyilván nem. Úgyis elhúzódik estig. Azt mondta, hogy nem akar estig streamelni. Hát most nem, most izé submission ezek, aztán utána megy csak át a másik régióra. Csak az első régióban van. Mennyit? A mennyit az minimum a második, de szerintem inkább a harmadik. De baj, hogy nézd már, hát ez hogyan other side? Nincs is ott semmi. A másodiknak az első. Igen. 4 és este 8-ig. Dehogy is, én streamelek. Nem, én föl nem állok innen. Én, az én dolgom a fuvarozásotok lesz. Én adtam neki enni. Hát bizony. Na. Á, jó van, hát akkor erre nem tudunk körbe menni, akkor kénytelenek vagyunk. Ja, de miért csinálom ezt, amikor tudok gyors utazni? 7 órás daylightot. Hát figyelj. A submissionökkel jó halad. Nem belecsapott a láncs üzébe, a tüskékbe. Ha még egy szint. Jön ám a damáge. A többi dolog. Haha, megölted a haverodat. Futás közben nyilazó kurva anyám azt. Na, lassan visszasétítünk oda, ahol meghaltunk még valamikor. Leestem, mert hülye vagyok. Beleugrottam egy olyan dologba, ami egyáltalán nem volt biztos. Meg.
már nincs életem, tök jó. És még egy darabig nem lesz... úgy látom... a franc. Jó, mondjuk van ilyen... ilyen egyszer használatos hílem. Amúgy itt nincs valami izé. Nem az van, hogy itt másztam le, és itt leugrottam a szakadékba, de mondjuk. Te húzzál olam? Igen, ott leestem, és bele a tüskékbe. Kapja, ott is tüske van. Na, csak sorkátot, assza meg. Találtam egy ilyet, tök jó. És akkor itt van mellettem a tüzi? Ugye? Azaz, nagyon jó. Jó. És akkor ez kinyílik erről az oldalról. Erre hány óra játék időt mondanak? Hát én YouTube-on láttam egy 4 órás longplay-t. Ezt már régen meghaladtuk. De igazából ez nagyban annak köszönhető, hogy béna vagyok és minden is meggyilkol. Nem a Elephant Spirit-es villámos nyilas hülye gyerek. Takarodjok azzal a fajtal. De kaptam egy nyilas kicsit. Kamai tacsi. De most kinyitottam egy shortcutot, úgyhogy ebből az irányból is kell tudnom menni. Tessék. Hát a tomfa nagyon kemény amúgy. Igen, rá. Rokkod kemény a tomfa. Csoda. Móniból is misi lett. Az mondja, hogy ha puha lenne a tomfa, akkor nem kebezne. Persze, hogy kemény. Nem szaltó vicc volt? Szerintem igen. Ne. Persze, vágjál le. 30k rip. Nem tudja, nehéz lenne ezért szerezni lóvét ebben a játékban. Lassan jól lenne látni egy boss-t. Hát ez jól sikerült. Alacsony öreg Kati néni. Tudom. Na várjál, mit csináljak én ezekkel? Le kéne lőni. Na, egy idő után hozzászokik. Még az elején azt mondom, hogy talán
De egy idő után inkább a játékra figyelsz, nem arra, hogy hogy néz ki. Anyád, anyád. Nem. Fúj, ez mennyire gusztustalan volt. Na, azt kapok. Bunt. Mondjuk a búnozó. Ez meghalt. Megnézted, mennyi boss van ebben a játékban? Teleportáltam volna ide. Merre menjünk most? Fönt kéne menni. Valakit a gyombatot. Aj, a sense of altus. Ja, szerintem most leeshetek. Mondjuk ez fájt. Au. Mindegy. Át lehet, vagyis hát át lehet menni a vizével. Az íjjal. Meg talán gurulni is lehet akkor át, hogy átmenjen. Mi lesz itt ennek az útnak a végén? Menj már onnan a lábaddal. Belerakja az asszony a lábát a izébe. A képernyőbe. Oh, hello. Igen. Igen. Slay the beast within. Csodás. Igen, kezdjük át. You think me a monster? Do you not? Pont. Feels. Ez ilyen söpredék. Mocsok. Not quite. Igen. Igen. Slay the beast within. Csodás. Nap végén jöjjünk ide vissza. Gondolom ott az óra háttérben, és akkor tudjuk, hogy mikor van a nap vége, gondolom. Hopp, drop ladder, ez valami is. Shortcut létre, de hová? Ó, hogy ide. Jó, bár itt a közelben nincs izé. De van, nem tudik. Szépen visszamászunk mindenhova. Tudom. Bosszorít, mindig van bonfire. Azért vagyok ilyen bátor. Vagy még sem. Nem, itt nincs bonfire boss előtt. Eltűnt. Ja. Olyat
Nem. De miért oda lősz? Ne oda lőjé. Dani van hozzá. Ah, buzi! Fúj! Ah, szeretem a teleportáló ellenségeket, mondtam már. Kedvencem. Na jó, hát... valahogy próbáljuk meg feljutni hozzá. De hogyan lehetne? Azt hiszem, itt ledobtam valami létrát. Itt, igen, itt ledobtam ezt a létrát, és így föl lehet menni. Jó. Hát ugye úgy egy healem volt, tehát hogy így... akkor már ennyi erővel mehetek egy HP-val is, nem? No stress. Hogy volt ez? Nem erre. Mivel fölfelé kellett menni? Ja nem, mert ott volt még egy shortcut. Na várjál csak, hogy ne kapja rá. Akkor de. Hopp. Itt erre volt még egy létre. Akkor kikerüljük azt is ellenséget. Meg kurva nagyot sebzek amúgy, amikor ilyen kevés életem van. Tehát ez nyilanként elvettem minimum 15%-át a HP-nek. Csak ha egy új boss, nem ismerjük a mozdulatokat. Aztán meg is lepett egy ilyen csodával. Te szemét! Hadd lőjelek már meg! Mi csinálsz? Oké. Okay. Mert a Tutti Face 2 lesz, nézd meg! Rohadjál el! Face 2! Micsoda? Aha, anyád. Aha. Kell a stamina. Stamina. Ah, nem. Oh, jaj. Aha. Apá, bunkó, fúj. Öld meg! Csába, lelőhettem volna. Nem! Ah, fuck you! Ez az! Egy HP-ra. Phase 2 is. First try. Legalábbis a Phase 2. Jól van. Soul Flame Gauntlet. Ez mit csinál? Uses Soulflame attacks capable of purging field. Hold attack to summon Soulflame orb. Ez valami fegyver? Aha. Ez... és akkor ez így mi jön utánam és lő? Ah, látod, mondom mi, hogy fölgyújtja a szénak az arc. Ezzel tudunk tovább menni ott lent. Lehet, hogy nem kéne ennyi élettel játszolom. Vagy alapvetően csak jobb bosszoknál. Láttam, igen, gondoltam, hogy az akar lenni. Ott van fönt egy ilyen valami. Jó lett a zene is hozzá, így ahogy elhullott. Igen, mi bajod van? Yes. Find the garden to the west, but be wary, for it is a deceitful place. De hát ott már voltam. És meg is öltem azt a dancert, vagy mit. Ó, meg is, oké, köszi.
Ez mi ez? Items. Kaptam egy ilyen valamit. Mi? Ez megölte magát. Kaptam valami jelet. Nézd meg, nem találom. Relics? Relics, várjál. Crown of Thorns. A sign of willful penance. Lehet ez kell annak a kaszás szobornak, aki azt mondta, hogy az élet, vagy a halál jelét hordozom magamon, csak akkor mehetek be az élet kamráiba, vagy mi? Chambers of Life. Nincs nálam esetleg valami, ami... Nincs. Jó, hát szóval... Ő neki kellett a Forest Dancer-t kinyírni. Ah, kinyírtam másodikra. Még Phase 2-je is volt. Mi? Tényleg. Ja. Egy HP-val, akkorákat sebzek. Mint ide írok. Hol vagyok most? Ott vagyok most. Akkor lehet még följebb menni. Kaptam egy ilyen tüzes kesztyűt tőle. Ugye? Ultimate. Kalifa. Biztos. Oh, hello! Mi történik? Lehet, hogy ide kellett ez a Crown of Thorns, amit most azért kaptam, mert az erdőben is kinyírtam egy boss-t. És alattam mi van? Mert szerintem erre kell menni. Alattam is van egy ajtó balra. Itt ez... Shotgun! Visszám van fejelhez. Ott egy cucc. Hát oda le kell esni. Hallod, mind nem enged leesni. Mi? Azok szoktak lenni. Ilyen... Szárított gyümölcsök, meg dohányt is gyártanak a kalifások. Ilyen pipa dohányt, meg vízi pipa dohányt is. Ott van a szemét kaki, elmosoltam egy könycseppet. Na, ez a shortcut kinyílt. Ez tök jó. Vissza kéne menni, hol... Ah, ott van, nem. Ott. Oda megyünk. Szerintem most már be fog engedni. Halál bácsi. Ha oda megyünk. Engedsz? Még mindig nem enged be. Nem ez kellett ide. Az viszont biztos, hogy fel tudjuk gyújtani a izét. Ezt is kivétel. De beletol a izébe. Mekkora egy utolsó kókó ez? Addig tolt a pajzsával előre, amíg már tök kevés hely volt köztem meg a tüskék között, és beleülökött a tüskékbe. Akkor elővesszük a kalapácsot, jó? Mert csak ezzel lehet széttörni ezt a buzi pajzsot. Visszaszerezzük a szolgokat, vagyis a szint. Ójjaj! Bács mártad. Ír a fegyver. Jesus. De én mibe? Én azt nem értem, hogy mibe akad el a te üzé. Nem abba.
Nem, mert akkor még nem voltam ketrezben, amikor lőttem. Ja, tényleg. Lehet már ott volt a ketrez, csak még nem lett. Igen, előbb jött a hitbox, mint a ketrec. Na, várjál. Ez megvan, akkor oda kell menni most. Volt a szénak azon, amit föl kell gyújtani. Elkapott valami állat. Igen? Miközben ezértem? Ezt majd megbeszéljük később. Nem látod, hogy olvasok? Nem zavar? Nem. Nem is érdekelt. Ennyi. Page is blank. Page is blank. És ezért kellett ide jönni? Az. Ő megy a lift. Elvileg itt még lent is ki lehet menni balra, vagy jobbra. Nem, bázzák, miért? Miért kell lázerezni? Te figyelj, menj már ki a szobából, vagy valami. Te hívtál ide, bazzák. Még a magadtól jöttél. Nem azt mondtam, hogy ezért... Gyárul. Már vagy tökül meg orvos, figyelj. Hallod? Engedi le. Ez volt ez. Read the scripture, de... Itt azt mondja, hogy van jobbra egy tovább, de itt igazából nincs. Um,
Jó, még végül is ott fönt... Ott fönt még van irány. Visszakapott te még ezt. Ez valahogy úgy fog kinézni. Állapot nem akarok többet csinálni. Mit az Isten már nem akarni ott kettőt? Dehogy is Pisti butaságokat beszél. És a streamernek mindig igaza van. Ezt ugye tudjuk. Egy irány van itt fölöttem. Az is lehet. Dehogy nem, azt végig kell nyomni. Különben punci vagy? Vagy bárjál? Hát az vagyok. Hát az vagy. Nem félek. Ki kell menni a gyerekére szervezni. Te ennyi felérte. Anyád pizsgálom. Megfőztem tél, ugye. Úristen, melyik kell belőle. Azt megrögtem. 1500. Szintlépés. Egy-egy tizet. Valahol. Godless Shrine. Az istentelen. Futottam bele. Puskémmel. Nézd már. Kéne egy tűzi. Tűzi, tűzi, tűzi. Aha. Futkossa annyit. Többen is hoztam, hát tudom el. És most így mi van? Ja, hogy ezt meg kellett húzni. Milyen kis cseles? Azt hittem, ehhez a lifthez tartozik. Fura zenéje van. Adjál nekem egy túzet. Másik pálya. Túzet adjál, túz. Biztos, hogy van túz. Erre fölfelé.
ellenség? Szerintem igen, többen is vannak. Mi? Au! Kap be. Elátkoztak a terhes nők. Te küldted rám. De jó. Már ennek a szarnak az idézését. Megmokkasz. Csak megidézett még egyet. Nincs több hílem. Hát az szomorú. Egy életem, egy halálom. Mert hogy egy HP-m van. Acs ez meg. De lehet, hogy ez errefelé, mintha egy összekötő lenne. És te ki vagy? Ó, neked cuccod van. Essence. Ú, ez ad egy szintet. 35 ezerbe kerül. Nem, hogyha nehéz lenne itt ezért farmolni. Jó, ezeket majd mind megvásároljuk. Egyelőre ezt megveszem. És itt a tóz. A tóz. Amúgy ez a tóz, ez nem volt meg nekem? Ja nem, mert itt fölfelé nem tudtam menni. Jó van. Na, majd folytatjuk máskor. Valószínűleg majd máskor, nem tudom. Tudjátok, a rendelkezésre álló gyógyszerek rendelkezésre állnak. Ja Istenem, ja és mindenki fertőződjön meg. Mindenki tegyen meg mindent azért, hogy megfertőződjön. Na jól van. Megpróbálunk majd megjelenni Encinek a streamjén valamikor, de biztos, hogy nem akkor, amikor kezd, mert most kimegyünk a kertbe kölkökkel. Úgyhogy majd szerintem ilyen, nem tudom, ilyen 7 óra felé fogunk csatlakozni kb. Aztán lesz még egy óra, akkor már talán izényénél lesz már valami main mission-en, valami bossnál. Jó kérdés. Na, mindenki húzzon el innen elfelé. Köszönjük, hogy itt voltatok, és...